Sziasztok, üdvözöllek titeket a csatornámon. Én Borsos Tímea vagyok, és ebben a videóban újra egy kártyás kirakást fogok tenni. Ezt az utóbbi időben egy kicsit hanyagoltam. Értem és érzem azt, hogy vallási szempontból, már-már spirituális szempontból miért lehet káros az, amikor ilyen kártyákkal foglalkozunk, és ezért próbálom ezt visszaszorítani a saját életemben, illetve én másoknak vetek privátban, tehát így a nyilvános vetésekre annyira nem jut időm és energiám, és szeretném ezt összehangolni az egyéb fejlődésemmel, tehát hogy nem szeretném csak erre helyezni a hangsúlyt, de úgy érzem, hogy erre szükség van, hogy ezt csináljam, és ezt szeretitek ti is a csatornámon, úgyhogy nem szeretném teljesen elhagyni. Úgyhogy nekem a kedvenc videó típusom az az, hogy mit kell tudnod most, és erre fogok most készíteni videót, aztán lehet, hogy később majd a többi téma is újra előjön, de most jelen pillanatban azt fogom megnézni itt a kártyák segítségével, hogy most ebben a pillanatban, amikor erre a videóra rátalálsz, és tényleg azt érzed, hogy meg kell nézned, akkor mit kell tudnod. És itt nagyon fontos, hogy akkor, amikor rátalálsz, és azt érzed, hogy meg kell nézned, tehát az érzéseidre hallgass, hogy ez a videó rád vonatkozik, vagy nem. És hogyha úgy érzed, hogy nem, akkor van ezen a csatornán is, illetve számos másik csatornán is olyan, ami esetleg pont neked szól, hogyha egy kis iránymutatásra van szükséged. Szóval akkor nézzük, nekem a taró a kedvencem, és abból van végzettségem is, úgyhogy én a tarózból fogok nektek húzni először 3 lapot, illetve amennyit kipotyogtat, hogyha úgy van, mit kell tudnod most? Mit kell tudnod most? Hát itt többet is. Jó, akkor az így ennyi lesz, ugyanis itt már is 5 lapot kidobott nekünk, ez egyetlen egy üzenet lesz, úgyhogy megpróbálom ezt így lefordítani. Az első az pedig egy főárkánum, méghoz az igazságosság főárkánuma, ami egyébként arról szól, hogy az egy természettörvény, tehát egy főárkánum, arról szól, hogy mindennek egyensúlyban kell lennie. És akkor, amikor ez a bekötött szemmel nézik az egyensúlyt, és sokan félreértik. Ez igazából nem arról szól, hogy hunnyál szemet valami felett, hanem pont arról szól, hogy ne a racionális gondolkodásodat használd csak, hanem láss a dolgok mögé, és a dolgok mögé nem a szemeddel fogsz tudni látni, hanem a spirituális gondolkodásoddal. Egyébként ez pszichológiailag bizonyított tény, hogy kétfajta gondolkodás rendszerünk van. Az egyik a racionális gondolkodás, ahol egyébként a hétköznapi dolgainkat intézzük, és ahol tudatosítjuk a döntéseinket, de ennek egy sokkal magasabb rendű és nagyon nagyobb információ tárból dolgozó rendszerünk, az úgynevezett spirituális gondolkodás vagy szívgondolkodás, aminek nem az agy a központja, hanem mérhetően a szív adja ennek a gondolkodásnak a központját, és az egész test benne van. Tehát amikor arról beszélünk, hogy tudat alatti, akkor a test sejtemlékezetétől kezdve minden benne van. Úgyhogy ez nem csak egy ilyen agyunkban lejátszódott dolog. És ez az, ami most nagyon dominál, ezt ezért mondtam el ilyen részletesen, mert most azt kell tudnod, hogy ez a fajta gondolkodás most neked nagyon-nagyon fontos. Egyébként is, de úgy tűnik, hogy most ez azért jön elő ennyire, mert talán ez a fajta gondolkodásod sérül. Számítasz rá, nem tudod, hogy ez létezik, nem hallgatsz rá, ugye ez az intuitív állapotok, vagy flow állapotok is ebből a gondolkodásból jönnek, tehát, hogy nem veszed figyelembe, és ettől a környezetedben, az életedben lévő igazságosság, a mérleg nyelve, az sérül, tehát valami nincsen egyensúlyban, elsősorban valószínűleg a szociális kapcsolataidban, vagy ugye család és munkahely, ez a két terület még, ami ugye szintén szociális kapcsolatokhoz kapcsolódik, szóval így igen. Tehát az igazságosság
az egyensúly az életedben az egy kicsit felborul, és ez az egyensúly ez abból ered, hogy ugye van a racionális és a nem racionális részünk, és ennek az egyensúlyából egyfajta hosszú távú következmény ez a lap. Na és akkor nézzük ezt a hosszú-hosszú üzenetet. Hát ugye itt van az, hogy nem tudom, hogy férfi vagy-e vagy nő, és hogyha esetleg nem olyan kapcsolatban élsz, ahol két nem van, itt fontos az, hogy milyen sémában vagy benne, tehát ott is mondjuk egynemű kapcsolatokban is van az, hogy a pakli az megkülönböztet férfi-női energiákat. Tehát van egy tüzes nő körülötted, ez valószínű, hogy a párkapcsolatod, vagy egy olyan ember, akire nagyon-nagyon vágysz, akinek rengeteg munkát fektettél bele. Elsősorban magadban fektetted ezt a munkát, ami egyébként ebben a kapcsolatban megtérül. Iszonyatosan otthon érzed magad, úgy érzed, hogy megjössz, megérkezel ebben a kapcsolatban. A szeretet dominál, most elsősorban nálad. Úgy érzed, hogy győztél, de itt még azért ez egy agymunka, tehát, hogy látsz problémákat, amiket megoldottál, és úgy érzed, hogy győzöl, de hogyha ugye nem lesz, hogy is mondjam, agymunka egyáltalán, akkor fogsz igazán győzni. Tehát, hogyha nem is kell harcolnod, akkor fogsz győzni leginkább. És ez az, ahova el kell jutnod, ez egy nagyon-nagyon hosszú belső folyamat, de jó úton jársz. És a kulcs ehhez az, hogy letedd az illúzióidat. Ez a halállapja az elsősorban arra mutatkozik, hogy minden csatádat tedd le. Ez a békés harcos útja, hogy fejezd be a csatározásokat, fejezd be azokat a dolgokat, amik nem tartoznak a te énedhez, ne projektálj, ne ponyolodjál játszmákba, ne akard megjátszani magad, ez minden olyan látszat dolgot ölj meg, ami nem ide tartozik, és maradjon csak és kizárólag a belső valódi éned. Szóval ez a mostani gyors üzenet. És ugye ez mind nagyon érdekes, hogy a halál is ugye fő árkánum, tehát hogy igazából ez a fő üzenet, illetve a nap. Tehát, hogy ugye hogy három üzenetet kérünk, akkor az igazságosság álljon helyre, az otthon érzés, azt éld, át, légy érte hálás, és az utolsó halál lapja, hogy ne félj eltaposni az illúzióidat, és ne félj minden korábbi játszmaitól megszabadulni, mert ez a jövőt kulcsa. Nos, akkor húzok még egy ilyen kisebb üzenetet. A kedvenc ilyen cigánykártya utánzatomból. A felhő, itt is az illúziók, nagyon a gondolatvilágodban vagy, nagyon álmodozol még, ami tök jó, és ez az, ami előre fog vinni, de ne felejts el racionalizálni, tehát ne felejtsd el a nagy álmodozásban elkészíteni a tervet, és azt a tervet akár pontról pontra elkezdeni megvalósítani, tehát cselekedni. Tehát nagyon jó dolog az álmodozás, nagyon szuper, de tessék elkezdeni cselekedetté alakítani, megjeleníteni ezt lépésenként a világodban. Aztán ennek én kinyitottam, most már fűtetet már nem húzom, ezt a paklit. Az egyik az, hogy biztonságos szeretni, ezt mindjárt el is olvasom. És egyébként a labból a szeretet, türelmes üzenetet választottam. Tehát, hogy a szeretet, ugye nem a szeretet fog, nem fordítva, tehát nem te fogsz tanítani, nem te fogod az embereket megváltoztatni. És ugye ez nagyon tipikus például női hiba, hogy úgy megy bele egy kapcsolatba, hogy na majd én megváltoztatom. Nem, a szeretet fog változtatni, nem te. Tehát azért, mert te azt akarod, azért, mert te ezt és ezt teszed, azért nem fog változni, attól fog változni, tanulni, stb. Mert egyébként szereted és viszont szeret. Tehát, hogy ha ez nincsen meg ez a dinamika, akkor nem. Tehát a szeretet az ilyen szempontból nagyon fontos, hogy türelmes legyen. És a szeretethez kapcsolódik egyébként, ugye ezt már előtte kiválasztottam, az üzenet, hogy biztonságos szeretni, megmered élni és kimered mutatni a szeretetedet. Megtörtént már az, hogy csalódtál? Hát szerintem nem nagyon van olyan ember, akivel nem, szóval valószínűleg igen.
a legtöbb emberrel előfordult már, hogy csalódott, hiszen ez része a természetes folyamatainak, hitre, elköteleződtségre, bizalomra és kitartásra egyaránt tanítottak ezek a helyzetek, amiket meghaladsz és megváltoztathatsz. A lecke mindig csak addig tart, amíg el nem sajátítod. Ugye itt van az, hogy oké, és akkor meddig tart ez az állandó fejlődés, addig tart az a fejlődés, hogy meg nem tanulod, és utána ez a része működik az életednek 100%-osan, szóval aki azt érzi, hogy oké, itt most van valami tanulnivalója, most akkor meddig még? És igen, valóban mindig van feljebb, de ahhoz, hogy egy normális minőségi életet éljél, elindulj egy magasabb szintű fejlődésre, ami már inkább kihívás, arra egyébként teljesen jó az, hogyha ezeket a dolgokat megfejlődöd, és akkor beáll egy ilyen biztonságos alapállapot, és ott már nem fog akkora szenvedést okozni a fejlődés, hogyha ezt az alapdolgokat, ezeket megszenveded, kifejlődöd magadból, nem akarom túlragozni. A lecke mindig csak addig tart, amíg el nem sajátítod, ez nagyon-nagyon fontos gondolat. Ha meglátod, hogy mit tanultál abból a szituációból, akkor tovább léphetsz. A szeretet leckéje az, hogy feltétel nélküli. Ne azért adjunk, hogy cserébe kapjunk valamit, hanem azért, mert adni jó. Ha ezt megtanulod, akkor mindig biztonságos lesz szeretni. Milyen helyzetekben könnyű kimutatni a szeretetet? Hát szerintem nagyon nehéz, főleg az elején egy kapcsolatnak, vagy akkor, amikor egy kapcsolatban sérülés, törés van, ott nagyon-nagyon nehéz. Vagy esetleg, amikor valamilyen belső, hát sérülés, igen, sértettség van, akkor nagyon nehéz kimutatni a szeretetet, és valószínűleg ez a te életedben most jelen van, azért jött ez az üzenet most neked. Milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy odaadhassam a szeretetet valakinek? Itt az nagyon fontos, hogy akkor, amikor nekem valami problémám van, azt tudjam megbeszélni, tudjam kikommunikálni, és azonnali megoldási javaslatokat. Tehát nem az, hogy oké, akkor innentől kezdve többet ez nem fordul el, és a többi most mit tud tenni a másik azért, hogy te jobban érezd magad, most mit tud tenni azért, hogy te ne érezd magad sértetnek, és megteszi-e, és egyébként bocsánatot kér-e. És hogyha ezt nem teszi meg, akkor a helyes cselekvés az, hogy fogod a sátorfát és odébb mész, ha megteszi, akkor pedig az a helyes cselekvés, hogy akkor onnantól kezdve azt a sérülést már nem viszed tovább. Nem jelent ez, hogy teljesen elfelejted, de egyébként zárójelben megjegyzem, hogy el is felejtheted, mert az lenne a legideálisabb, de attól, még hogy emlékezel rá, akkor ott attól még érzelmileg ott meg kell könnyebbülnöd. Ha nem könnyebbültél meg, akkor ott még van sérelem. Ott még van annak egy mélyebb rétege. Mikor és milyen helyzetben bizonyosodtál meg arról, hogy biztonságos szeretni? Szerintem nagyon nehéz akkor például, hogyha valaki sose tanulta meg, sose kapta meg mondjuk a szüleitől, vagy sosem volt senki olyan, akiben tényleg 100%-ig legalább egy rövid ideig megbízhatott, tehát soha nem tapasztalta ezt, akkor neki a legnehezebb, ekkor viszont mindenképpen ezzel tudatosan foglalkoznia kell, akár szakember segítségével. Ha pedig volt ilyen időszak, akkor oda mindig vissza lehet nyúlni, hogy igen, akkor ezt és ezt éreztem, ez is ez történt, és ezt az érzést reprodukálni lehet, vagy igenis feltétel nélkül meg lehessen bízni, korlátok nélkül engedhessem magamnak, hogy szerethessek, és ezek nagyon-nagyon fontos kulcsfogalmak. A megerősítések ehhez a témához. Tudom, milyen érzés feltétel nélkül szeretni. Anélkül adom a szeretetemet, hogy cserébe bármi mást akarnék érte. Tudom, hogy biztonságos szeretni és szeretve lenni. És az most nagyon fontosnak érzem megegyezni azt, hogyha viszont azt érzem, hogy az amit én adok, azt már nem szívesen adom, mert a másik nem adja semmilyen módon vissza, akkor ezt egyrészt jeleznem kell, kötelező jeleznem, hogy én úgy érzem, hogy amit ebbe beletettem, akkor ezt nem kapom már vissza, úgyhogy most azt fogom tenni. Én, nem a másik, én azt fogom tenni. Most, hogy ebből a szeretett adásból kicsit visszább veszek, és egyébként szeretnék adni még, de azt érzem, hogy nincs meg az adókapok aránya, és ezért most azt fogom tenni, hogy ezt visszább veszem, és ez nekem is rossz érzés, és hogyha szeretnéd,
hogy ez nekem ne legyen rossz érzés, akkor ezt és ezt tudod tenni, tehát, hogy ezeket nagyon-nagyon szépen le lehet kommunikálni, és meg is lehet ezt jól tanulni, illetve vannak, akik egyébként erre ösztönösen ráéreznek, ezt is tapasztaltam mostani időben, hogy vannak, akik ezt tanulás nélkül is tudják egyébként, de ezt érdemes erre nagyon-nagyon tudatosan odafigyelni, hogy mit mondunk, és kinek mondjuk, és igenis kötelességünk kikommunikálni azt, hogyha valami nekünk sérülésünk van, azért, mert egyébként egy csomó dolog elkerülhető, és a másiknak is szüksége van erre a visszajelzésre, hogy egyébként mi történik benned, hiszen nem vagyunk gondolatolvasók. Szóval úgy gondoltam, hogy ezeket mind bele kell tennem ebbe a videóba, hogy kerek legyen az üzenet, míg az megint 15 perces lett, de ne haragudjatok, szóval remélem, hogy hasznos volt nektek a videó, hogyha igen, akkor legyetek szívesek, írjátok meg kommentbe, illetve hogy miben segített az üzenet, vagy mi az a legfontosabb üzenet, ami úgy érzitek most, hogy segít nektek egyet tovább lépni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk a következő videóban, sziasztok! Sikendózsaszín lett a hajam.